Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Május 28-a csütörtök van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Megszépült a kórház főbejárata és az intézmény mellett épült parkolólemez közötti zöld terület. A korábban elhanyagolt részen térköves járda épült, padokat helyeztek ki és füvesítettek is a szakemberek. Filmforgatás miatt zárták le szerdán a Kossuth hidat. A produkció a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára készül. A kisfilmben győri közéleti személyiségek és sportolók is megjelennek majd. Jövőre veletek ugyanitt mottóval hirdette meg következő évadát a Győri Nemzeti Színház. A teátrum társulatai a jól megszokott játszóhelyeken, a Nagyszínházban és a Kisfaludi teremben várják közönségüket. Megszépült a Petszaladár megyei oktatókórház főbejárata és az intézmény mellett épült parkolólemez között található zöld terület. A korábban a kórház előtt felújított kerámia díszkút és környezete után most újabb zöld terület díszíti a környéket, amit csütörtökön adtak át és mutattak be a sajtónak hivatalosan. A korábban elhanyagolt területre térköves járdát építettek, padokat és szemeteseket helyeztek ki, de 500 négyzetméteren füvesítettek is a szakemberek. A Kisliget átadásán dr. Dézsi Csaba András polgármester azt mondta, bízik benne, hogy sokáig szép zöld marad a most felújított terület. Nagyot változott a világ a megyei kórház előtti területen, korábban a főbejáratnál lévő és már régóta üzemképtelen kerámia díszkutat újították fel, és annak környezetét tették rendbe. Most pedig a kórház és a megépült parkoló lemez közötti részt modernizálták a szakemberek. A polgármester szerint ez a fejlesztés is az emberek igényei szerint készült el. Az volt a kérésem, hogy a járdákat oda tegyük, ahol az emberek járnak, tehát ahol már a megmaradt fű nyomokon még jól látható volt az embereknek az útvonala, amit kitapostak, oda tettük a járdákat is, és így nem mi határoztuk meg, hogy az embereknek merre kell menni, hanem ők mutatták meg azt az utat, amit nekünk szépen el kellett rendezni és le kellett burkolni, illetőleg egy kis pihenő rész is kialakítottunk, ami nagyon-nagyon fontos, mert elég kevés ilyen kis pihenő rész van. Hát nyilván persze az elgondolkodható, hogy most egy ilyen 4 sávos út mellett üldögélni kell az embereknek, de akik elfáradnak, hiszen itt van egy buszmegálló, illetőleg egy forgalmas útról, ha megérkeznek az emberek, akkor le tudnak pihenni. Úgyhogy szerintem egy nagyon kultúrált lett ez a környék, és ami nagyon fontos még, hogy a zöld fűben meglapul egy öntözőrendszer is, tehát ez a zöld fű, ez reményeim szerint zöld is marad. Radnóti Ákos alpolgármester koordinálta a kórház előtti terület megszépítését, aki szerint méltó környezetet sikerült varázsolni az intézmény környékére. A zöld területre automata öntözőrendszert is telepítettek. Itt sártenger volt korábban, ahol állunk, nem volt szilárd járda burkolat az épület alatti résznél, és valóban ugyanez volt a helyzet, ott sem volt burkolat. A fű kikopott volt a további részeken, kevés fa volt, és úgy döntöttünk, hogy ezen változtatunk. A látványterv örülök, hogy megvalósult, úgy, ahogy annak tükrében a kivitelezés teljes egészében lefedi a terveket, úgyhogy polgármester úr ezt úgy egyeztettük, hogy valóban így nézzen majd ki. Örülök, hogy ezt el tudjuk adni, és egy kis kikapcsolódási lehetőség, hogy a kórházból jön ki valaki, akkor mégis egy kicsit le tudjon ülni itt pihenni. Adiváros és Nádorváros határán, és a törülök valóban, hogy nagyon fontos a zöld terület megújítási programunk, a zöldítés, fásítás, és eznek mind megfelel ez a program, és úgyhogy fogunk folytatni több ilyet további területeken is. A körzet képviselője a rögtönzött átadáson külön megköszönte a fejlesztést, Kovács Tamás tapasztalatai szerint nem csak az önkormányzat, de az emberek közül is egyre többen tesznek sokat a környezetükért. Először is szeretném megköszönni városvezetésnek, hogy fontosnak tartja azt, hogy parkok, sétányok, zöld területek megújuljanak a városba, hisz az elmúlt időszakban több városrészben is szökőkutak, sétányok újultak meg, és most már itt állhatunk a mai nap ennek az átadásnak az alkalmából. Feladatunk van még, terveink vannak, viszont azt örömmel látom, hogy egyre több ember van, aki szívesen csatlakozik, és tesz azért, hogy a lakókörnyezete szebb, élhetőbb legyen. Én azt meg tudom ígérni, hogy mi a felújításokat folytatjuk. Én azt kérem, hogy minél többen csatlakozzanak, legyenek ebbe partnerek, legyen szebb a városunk. A kórház főigazgató főorvosa is üdvözölte az újabb, az intézményt érintő fejlesztést, ami szerinte egy régi hiány pótlása volt. Egy biztos, ez a járda a lehető legjobb helyen van, és a lehető legszebb körülmények között. Az álmaimban sem szerepelt, hogy itt egy ilyen füves rét, egy füves kert alakul ki, fákkal, padokkal, pihenőhelyen és természetesen személygyűjtőkkel.
ami csodálatosá tette a kórházunk előtti egyébként kicsit kívánivalóan hagyott maga után területet. Én azt gondolom, hogy mindenki szívesen fog ülni a padon, megpihenni, amikor kórházból elfele megy, és amikor jön abban az irányból, akkor emberi körülmények között tud elérni a kórházhoz. Nem kell sokáig várni az újabb hivatalos átadásra sem a kórház környékén, elkészült ugyanis az intézmény melletti parkolólemez, ami már csak a megfelelő engedélyekre vár. Minden igényt kielégítő park épül a korábbi idéglenes vásárcsarnok helyén, Adiváros és Nádorváros határán. Erről Radnóti Ákos alpolgármester számolt be híradónknak. A városvezető emlékeztetett rá, amikor az épülő vásárcsarnok helyett hatalmas sátrat állítottak a területen. Megígérték, hogy a csarnok elkészülte után szép park készül, majd a Bartók Béla és a Szigeti Attila út kereszteződésénél. Mostanra látványos szakaszához értek a munkák, jól látszik, hogy néz majd ki a komplex pihenőpark, ahol játszótér, kutyafuttató, erősítő park és sétány is várja a kikapcsolódni vágyókat. Hónapokkal ezelőtt még egy hatalmas sátor állt ezen a területen, most pedig már egy gyönyörű parkot építenek éppen a szakemberek. Nagy változáson megy át most a Bartók Béla és a Szigeti Attila út által határolt terület, ahol komplex pihenőpark készül, számolt be híradónknak a város alpolgármestere. Radnóti Ákos kiemelte, megígérték és meg is csinálják a városrész legújabb találkozási helyét. Nagyon örülök annak, hogy egy jelentős újabb nagy zöld terület tud Győrben megújulni. Korábban Matáv játszótérként, Adidomként ismert ez a terület, amiről beszélünk a Szigeti Attila út mentén. Az ideiglenes vásárcsarnok helyszíne ott volt. Amikor az elbontásra került, utána jeleztük, hogy nyilván nem fog úgy maradni ez a terület, tehát fel fogjuk újítani, meg fog történni a felújítása. Ez most folyamatosan zajlik a Szigeti Attila út mentén. El kell mondanom azt, hogy egy nagyon szép játszótér kerül ott megépítésre. Korábbi sem volt rossz, de ez sokkal jobb lesz, mint ami volt. Lesz kutyafuttató, sétányok, padok, faültetés, közel 2000 cserje fog kikerülni. Azt kell majd elmondanom, hogy korábban egyáltalán nem így nézett ki ez a terület, és most sokkal rendezettebbé parképítés által megálmodott módon fog ez megvalósulni. Játszótér, kutyafuttató, sétány, erősítőpark, padok és hulladékgyűjtők is lesznek az új parkban. A fejlesztés igazán zöldnek mondható, és nem csak azért, mert a zöld város kialakítása Győrben elnevezésű projekt keretében készül. A vásárcsarnok kerületi terület is teljesen megújult, egy kicsit még tovább sétálunk, ugye a Malomliget szintén megújult, tehát itt ebben a városrészben a jelentős zöld terület és közterület fejlesztések mentek végbe rövid idő alatt, ami nagyon jelentős, és hát bízom benne, hogy nagyon sokan fogják használni. Azt is elmondanám, hogy annyira a környezettudatosak voltunk annak a terület kialakításakor, hogy amikor tudtuk, hogy az ideiglenes csarnok oda felépítésre kerül. Annak a területén voltak olyan fák, amiket megmentettünk, tehát bevetettünk egy faát ültető gépet is, ami Győrben egyedülálló volt, hiszen korábban ilyet nem alkalmaztunk, és a környékre elültettük ezeket a fákat, és örömmel tapasztalom, hogy továbbra is megvannak, hiszen gondozzák őket. Így több tíz éves fákat sikerült megmenteni egy ilyen építkezés által is, hogy korábban nem ez volt erre a példa, de oda fogunk figyelni ezentúl ezekre is. A munkák az előre tervezett ütemben zajlanak a területen, minden a helyére került, vagy látszik már a végleges helye, és az újonnan telepített fű is kezd zöldülni. Néhány hét múlva készülhet el Győr legújabb pihenő parkja, melynek hivatalos átadása valamikor a nyáron lehet majd. Különleges forgatással készül az a kisfilm, ami a győri önkormányzat megbízásából forog. Az összetartozásról és a hazaszeretetről szóló emlékfilm a trianoni békeszerződés aláírásának 100 éves évfordulójára készül. A produkcióhoz a zenét a Hoppári együttes készítette. A lezárt Kossuth hídon készült kliphez csatlakoztak az elcsatolt országrészekből származó győri közéleti személyiségek, vezetők és sportolók is. A készülő produkciót a tervek szerint a Nemzeti Összetartozás napján június 4-én mutatják be. Táncosok és közéleti szereplők lepték el a Kossuth hidat szerda délután Győrben, az ok pedig egy kisfilmforgatás volt, ami az 1920. június 4-én aláírt trianoni béke diktátum 100 éves évfordulójára készül. Igazából ugye a klip Trianonról szól, Trianon megemlékezéséről, a 100. évfordulóról, és az összekapcsolódásról, a magyarságról szól. Egy olyan klipet szerettünk volna készíteni, ahol a klip szépen elindul abból a hangulatból, amit valójában érzünk, és amit Trianon szó után
sugall, és szerettük volna elvinni egy olyan impulzusba, ahol a magyarság, mint egy vidám, okos, kreatív, erős nemzetként együtt dobban a szívünk a hídon. És mint híd, mint összekötő kapocs, szóval ezeket az elemeket használtuk, és hát reméljük majd nagyon fog tetszeni a végeredmény is. A kisfilmben megjelenik a Hoppáré zenekar, hiszen a zenét ők prezentálták a produkcióhoz, a koreográfiát pedig a Bronzis Tánciskola növendékei készítették. Nagyon megtisztelő, hogy bekapcsolhattunk újra egy olyan győri projektbe, amely kiemelt fontosságúnak mondható, hiszen a történelem, a művészet és nagyon sok értéke lehet meg ebben a dologban. És hát valahogy a Bronzis Tánciskola megint így képbe került, és nagy örömmel csatlakoztunk ehhez a projekthez, ahol fiatalokhoz próbáljuk egy picit közelebb hozni ezt a fontos témát. Ugye a Trianonnak a 100. évfordulója van idén, és ezt próbáljuk mi az egyesület révén egy picit a táncosabb, illetve a mozgásabb oldalról bemutatni. És akkor mi lesz a feladatok? Mit fogtok csinálni, ha egy kis kulisszatitkot úgymond elárulhat? Mi abszolút azért felelünk, hogy egy picit a látványosabb részeket kiemeljük és megmutatjuk, illetve a közösségi összetartozás és az összefogásnak a fontosságát. Talán ebben az időben ez most talán még fontosabb, szerintem is egy nagyon fontos üzenetet képvisel. A kisfilm az egész emlékműsor egy fontos szelete, amelyben több határon túlról származó közéleti személyiség, sportoló is feltűnik. Priskin Tamás volt válogatott labdarúgó, a Felvidéken született, így nem volt kérdés, hogy azonnal csatlakozott a produkcióhoz. Nyilván én is érintett vagyok ebben a témában, mint felvidéki születésű, úgyhogy nagyon boldogan csatlakoztam ehhez a kezdeményezéshez. És miért tettek fontosnak, hogy most egy igaz, egy 100. évfordulója van a Trianonnak, de hogy megemlékezzünk róla? Én úgy érzem, hogy ugye ez egy elég csúnya nap volt a történelmünkben. Én nagyon fontosnak érzem a megemlékezést, úgyhogy nyilván nagyon örülök annak, hogy én is részese lehettem, mint felvidéki születésű. Együtt dobbant a szív a Kossuth hídon a forgatás idején, az egész produkciót pedig a Nemzeti Összetartozás napjára, június 4-ére tervezett műsorunkban láthatják majd a tévénézők. Jövőre veletek ugyanitt mottóval hirdette meg következő 2020-2021-es évadát a Győri Nemzeti Színház. A teátrum társulatai a régi jól megszokott játszóhelyen várják közönségüket. Az összes darabot a Nagyszínházban és a Kisfaludi teremben mutatják be. Érkezik a világ első klezmer musicalje, a Mennyasszony tánc, Dürrenmatt és Szigligeti Ede klasszikusa, további két filmsiker, az Esőember és a Szerelmes Shakespeare színpadi változata. A Nemzeti Összetartozás emlékévében tűzik műsorra a kultikus magyar operát, a Bánk Bánt, Molnár Levente világhírű operaénekessel a címszerepben. Az évad beharangozó sajtótájékoztatót kizárólag a Győr Plusz Televízió rögzíthette. Nagyon rendhagyó sajtótájékoztató, hát stílszerűen láthatjuk mögöttünk az üres nézőteret, aminek elég nagy jelentősége van, hiszen remélhetőleg, amikor zöld gombot nyomnak, akkor ez az üres nézőtér meg fog telni, ugyanúgy, mint régebben is. A teátrum vezetősége igazodva a jelenlegi egészségügyi helyzethez szűk körben kameráink előtt hirdette meg következő Jövőre veletek ugyanitt elnevezésű évadát. A bemutatók részletes ismertetése előtt Radnóti Ákos alpolgármester méltatta a színházi dolgozók részére érkező városvezetői segítségnyújtást, beszélt Nagy Balázs polgármesteri biztosi kinevezéséről és az új színházat is magába foglaló kulturális negyed építéséről. Ennek jegyében merült föl az elképzelés és ötlet, hogy egy új színház tudjon épülni egy elhanyagolt, mostani állás szerint igénytelen területen, a Rábagyár területén, ami egyébként nagyon szép környezet tudna lenni, hiszen egy dunaparti területről van szó. Lehetőség lenne ott egy új színház felépítésére, közösségi tér felépítésére, a Filharmónia épületének felépítésére, egy ifjúsági tér környezet kialakítására. Ez egy óriási terv, most jelenleg ugye a társadalmi véleményezés alatt áll, és hát nyilván egy jelentős összeg kell ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni. Úgyhogy mi számítunk a győriek véleményére, juttassák el ezt részünkre, és nyilván meg fogjuk vitatni és konzultálni, és eldől, hogy utána mi tud történni. A közönség bár március 12-e óta nem látogathatja a Győri Nemzeti Színházat, a házfalain belül a munka tovább folytatódott.
A vészhelyzet miatt 116 előadás maradt el, és ahogy a színház megkapja az újranyitási engedélyt, pótol majd azokból. Ezzel együtt megkezdődhet a következő évad, a Győri Balett szeptemberre tervezett bemutatójával. Erről szólt a társulat frissen kinevezett igazgatója. Nincs más dolgom, mint az, hogy méltó legyek az elmúlt 40 évhez, és ezeken az értékeken keresztül egy megújulást hozzak a Győri Balett életében, hisz az életünk egy körforgás, a művészetünk is egy körforgás, és ennek szimbólumaként hirdetjük meg az első bérletes előadásunkat, a körforgás estünket, amelyre két nagyon tehetséges fiatal koreográfust hívtam meg, akik jelenleg a Bécsi Staatsoper vezető táncosai. A darabjaikat játsszák New Yorktól Európán keresztül egészen Tókióig, láthatta már a táncszerető közönségünk. Éno Pécsivel, a Magyarország és a Győri közönség most találkozhat először, viszont Lukács Andrissal már találkozhatott. Bori Réka színésznő mindenkit lenyűgözött. Ő a főszereplője a világ első klezmer musicaljének. Jávori Ferenc Fegya, Bőm György és Kála István Mennyasszony tánc című előadásával folytatódik a nagyszínházi bemutatók sora, a tervek szerint még ősszel. Aktuális így a Trianonnak a jubileumi évében, hiszen gyakorlatilag a Trianon köré vezethető ez az egész musical, a témája. Ezt a produkciót szerény magam fogom rendezni, és ebben a produkcióban részt vesz egy olyan színművésznő, aki a tavalyi legnagyobb musical produkciónak a főszereplője volt, akit úgy hívnak, hogy Bori Réka, és azt hiszem, hogy mindenki láthatta, hogy milyen fantasztikusan énekel, és hogy játszik. A Nemzeti Összetartozás emlékévében a Győri Nemzeti Színház együttműködésben a Kóperával Erkel Ferenc kultikus operáját a Bánkbán tűzi műsorára Vinyánszky Attila rendezésében, a címszerepben Molnár Levente világhírű operaénekessel. Továbbá érkezik még Dürer Matisz Szigligeti Ede klasszikusa, aztán két filmsiker, az Esőember és a Szerelmes Shakespeare, színpadi változata is. Június 2-án a Színházi Egypénztára közel egy hónapra megnyit, csak a helyben megvásárolt jegyeket lehet akkor visszaváltani. Témánkat bővebben Kulisszák mögött című magazinumban folytatjuk. Futballnyelven szólva egész pályás letámadást indít a Győr Plusz Média ZRT. Ezt mondta a cég vezérigazgatója a termékek megújításával kapcsolatban. Bobori Balázs úgy fogalmazott, bár a koronavírus járvány miatt ez a folyamat lelassult, most, hogy kezd visszatérni az élet a szerkesztőségbe, ismét felpörög. A Győr Plusz heti lap olvasói találkozhatnak először az új dizájnnal, hiszen pénteken egy tartalmilag és formailag is megújult újságot vehetnek majd a kezükbe. Az új címlap kialakításán az volt a szempont, hogy a magazinosabb megjelenés legyen a régi egyszerű kiírás helyett, és a pluszjel került a fókuszba. Konrád Sándor, a Győr Plusz heti lap tördelő szerkesztője már a pénteken megjelenő címlapot mutatja stábunknak. Megújulásba kezdett ugyanis a Győr Plusz Média, mely minden termékét igyekszik új formába önteni. Futballnyelven szólva egy egész pályás letámadást tervezünk. Mondta a cég vezérigazgatója, Bobori Balázs kiemelte, hogy a heti lap új címlapjában kikérték a győriek véleményét, hiszen egy szavazást indított a Győr Plusz a saját Facebook oldalán. Különböző címlapokat terveztünk, de ugye mi zárt körben dolgozunk, érdemesnek tartottuk ezeket a címlapokat megmutatni a győrieknek, akik letették a voksukat. Remélhetőleg szeretni fogják az új címlapot, de ezzel együtt a belső is természetesen megújul. 2011-ben jelent meg először a Győr Plusz heti lap, azóta rendszeresen újult meg az újság. A mostani azonban talán az eddigieknél is nagyobb változást hoz, dizájnban és tartalmilag egyaránt.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Május 28-a csütörtök van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. A szokásos híradós beköszönés természetesen ezek után sem marad el, a Győr Plusz Televízió azonban elkezdett 24 órában tartalmat sugározni. A friss, ropogós hírműsor továbbra is marad, azonban új magazinokkal is készül a szekció. A továbbiakban sok új magazinnal szeretnénk jelentkezni. Az első már meg is valósult, Fél óra decibel néven egy könyvzenei magazint indítottunk az előző hónapban, hamarosan sportmagazinunk indul, de a megszokott és közkedvelt magazinjaink is újraindulnak, mint a Hello Győr, a Gázfröccs továbbra is zakatol, csak úgy, mint a Kertbarát. Sok új ötletünk van, amelyeket szeretnénk megvalósítani. 7:30 után kigyulladt a piros lámpa, élő adásban vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Győr Plusz reggelit hallgatják, és azt már ugye említettem, hogy vendég érkezik hozzánk, a város első embere, dr. Dézsi Csaba András, a város polgármestere. Jó reggelt, polgármester úr! Jó reggelt kívánok minden győrinek! Győr polgármestere két hetente a rádióban vizitál, és aktualitásokról beszélget a műsorvezetőkkel. Dr. Dézsi Csaba Andrástól telefonon élőben lehet kérdezni, ezzel is interaktivitásra sarkalják a hallgatókat. Ehhez idomulnak a jövőben a Győr Plusz Rádió új műsorai is. Szeretnénk megszólítani a hallgatókat, és szeretnénk, hogy a hallgatóknak hangja legyen a rádiónkban. Ezért indult Győr Plusz Kivi néven egy kívánságműsor. Szeretnénk, hogyha interaktív műsorok készülnének, szeretnénk, hogyha a hallgatók telefonálnának, ha balesetet látnak, elveszett egy kutyus, elveszett egy cica, szeretnénk, hogyha tudnánk segíteni, és hogyha a hallgató pedig elmondaná a véleményét, vagy közérdekű információval szolgálna számunkra. Bobori Balázs elmondta, a Győr Plusz online felületén továbbra is gyorsan, pontosan tájékoztatnák az olvasókat, ehhez azonban itt is ráncfelvarrásra van szükség, ami már folyamatban van. Kiemelt szerep jut a továbbiakban a Győr Plusz média közösségi média felületeinek, hiszen a győriek itt mondhatják el igazán a véleményüket, aminek fontos szerepe van a cég működése szempontjából. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb péntek este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.